Sziasztok! A mai alkalommal elkezdünk megismerkedni a Python programozási nyelven. Hagyományosan az első program, amelyet egy új nyelv megismerésekor megszoktunk írni, az a Hello World program. Ehhez használjuk a Pythonba épített print függvényt. A függvénynek Idézőjelek között kell átadnunk a képernyőre kiírandó szöveget. Ez most a mi esetünkben a Hello világ ö, szöveg lesz. El is készült az első alkalmazásunk, programunk. Mentsük le, majd fordítsuk. Látszik, hogy megjelent a Hello világ felirat. Ezt megtehetjük egyébként a terminálba is. Ott is végezzük el. Írjuk be a parancsori értelmezőbe, hogy Python 3, hello.py. Ezen a néven mentettük el az állományt, ütünk egy entet, és szépen a terminálra kiírtuk a Hello világ üzenetet. Nagyszerű. Folytassuk az ismerkedést a nyelve. Mutatkozzunk be. Írjuk ki a nevünket, de most már egy változóba tároljuk el, a nevünket. Hozzunk létre egy ném változót. Pythonban nagyon könnyen lehet változókat létrehozni, leírjuk a változó nevét, megadjuk, és az egyenlőség jellel értéket adunk neki. És ugye most a nevem, mert írom be, Péter. Ezek után a print függvényben, a hello rész után szépen kitöröljük a világot, adunk egy szó közt, majd plusz jellel hozzáfűzzük a ném változó értékét. Nézzük meg, mi az eredménye. Látható, hogy megjelent a Hello Péter felirat. Oké. Okay. Ha már a változóknál tartunk, nézzük meg ezt részletesebben. Mi is most a célunk? Az, hogy megtanuljuk a matematikát. Ugye? Mate, matika, tanulás. Dáljunk meg egy pillanatra, hiszen ez egy Python kurzus. Nem ez lehet a célunk, tehát a gól változóba, ugye betöltöttük a célunkat, hogy matematika tanulás, de ezt mi most fölül fogjuk írni, hiszen nem matekot, hanem Python-t szeretnénk tanulni. Python tanulásra lesz az új felirat, és ezek után kiírjuk a képernyőre a gól változó értékét a print függvényen. Nézzük meg, Python tanulás megjelent. Mit is tanultunk ebből? Azt tanultuk, hogy a változók értékét felülírhatjuk a Python programozási nyelvben. Jó, nézzük tovább egy egyszerű program felépítését. Írjuk ki azt, hogy szeretem a fekete kávét. Ehhez módosítjuk az eddigi programunkat, és hozzunk létre egy love változót, írjuk bele azt, hogy szeretem. Jó? szóköz a végén. Majd mit szeretek? A drink változóba betöltöm a fekete kávét. Jó? És a végén most ezeket a változókat összefűzve fogom kiíratni a print függvényel. Ugye a print függvénynek átadom a love értékét. ehhez hozzáfűzöm a plusz műveleti jellel, a drink változó értékét, majd hozzáfűzöm ö, a végéhez a felkiáltó jelet szóközzel, hogy ugye egy szépen formázott mondatot kapjunk, nézzük meg az eredményt. Mit szeretek? Szeretem a fekete kávét. Tehát látható, hogy egy alkalmazás, program több utasításból áll föl. Az első utasításunk ugye a változó, abba beletöltöttük a szeretem feliratot, Utána a második sorban van a drink változó, abba beletöltöttük a fekete kávét, vagy aki ugye szereti a sört, ugye azt is beleírhatja. És a végén ugye a harmadik utasításunkkal a printer kiírattuk az egyes változók összefűzött értékét. Rendben van. A változókról majd még egy következő videóban bővebben fogok beszélni. Most ez így teljesen elégséges a számunkra. Nézzük meg a típusokat. Létehozok egy máj value ö, változót, aminek az értéke 4. Kiírhatjuk a print függvényen, látható, hogy megjelenik a 4-es szám, ugye ez egy string ö, típusú változó, de át is írhatom, ugye számá, 13-as értéket töltöttem ebbe a változóba, majd fordítom, és megjelenik a képen, jön a 13-as szám. Ugye vegyük észre azt, hogy Stringer intre változtattuk meg a változónak a típusát. Ez azért lehetséges, mert a Python gyengén típusos nyelv. Ez nagyon fontos tulajdonsága. Ugye dolgozhatunk szövegekkel, egész számokkal, és lebegő számokkal, tehát valós számokkal is. A Python nyelven belül. Nézzük meg ezz, erre ö, ö, az egyes típusokat. Tehát írjuk vissza, hogy idézőjelek között négy. majd ugye a Pythonba be van építve egy függvény, amelyel egy adott változónak a típusát le tudjuk kérdezni, írassuk ki, hogy mi is ennek a MyValue-nak most a, a típusa. Ehhez a type függvényt használhatjuk föl, tehát a printbe meghívjuk a type függvényt, és annak adjuk át a my value értéket. Futtatjuk, és látható, látható hogy class STL, tehát string. Az, hogy mi a class, majd később megbeszéljük. Oké, okay. tehát ez szöveg. Írjuk fölül a my value-t. Legyen a következő értéke 13. Nézzük meg, Class int, tehát megváltozott a típusa a változónknak, ugye egész szám Ö, most a típusa. Jöjjön a harmadik értékünk, amit megnézünk, my value egyelő legyen mondjuk 34,5, és látható, hogy class float, tehát levegőpontos szám, ugye azért lett ez most nem integer, hanem levegőpontos szám, mert ö, a tizedes pontot kitettük, tehát törtése is rendelkezik az értékünk. Látható tehát, hogy a változóknak nagyon könnyen tudunk értéket adni, és megváltozhatjuk a típusát és értékét is a változóknak. Jó, na most műveleteket is lehet végezni a változókkal. Gyorsan írjunk egy kalkulátort töröljük ki, amivel eddig dolgoztunk, és akkor mondjuk azt, hogy van egy num1 NUM nevű integer típusú változónk, legyen egy num2 nevű integer típusú változónk, legyen 4 és 8 az értékük, majd az úgynevezett vizált változóba töltsük be a num1 plusz num2 változónak a, Összegét ugye a plusz operátorral tudjuk ezt megtenni, végül pedig a print ö, függvényen, hoppá, írjuk ki az eredményt. Jó, mentünk, megnézzük. 12. Persze nem csak összeadni lehet, hanem osztást is tudunk elvégezni, szorzást is tudunk elvégezni és hát természetesen kivonni is tudunk. Majd erről még fogunk bővebben beszélni a későbbiekben, de azt hiszem, ezeket nem kell jobban most az elején elmagyarázni. Lassan a betekintő videó végére fogunk élni, de még a print függvényel egy kicsikét ismerkedjünk, hiszen nagyon sok mindent tudunk a segítségével a képernyőre kiiratni. Legyen most ugye a feladatunk az, hogy... Kírunk egy szöveget. Jó, azt mondja, hogy írás a képernyőre. Jó, kírjuk. Print. Jó, szépen megjelent ebben, most nem volt sok újdonság. De azt is megtehetjük, hogy több változó értékét összefűzve írjuk ki a, a, az üzenetet. Ugye egy monty pythonos point nélkül azért csak nem mehetünk el. Hozzunk létre egy first name változót, abba töltjük be a monty nevet. Aztán hozzunk létre egy last name változót, abba töltjük be a python nevet. Ezután ugye hozzunk létre egy full name változót, amibe ugye a first name, hoppá, amibe ugye betöltjük a first name plus, tehát ugye itt is lehet értelmezni a plusz operátort, a first name hozzá hozzáfűzzük a last name változónak az értékét, és a végén ugye ezt a full name változót fogjuk kiiratni a, a képernyőre hát igen, ide egy szóköz még azért beteszek, hogy szépen legyen formázva és akkor ezzel a videót azt zárni is fogjuk későbbiekben még nagyon sok mindent el fogunk magyarázni, hogy mi hogyan és miért jelent meg most itt ebbe a videóban de hát mindennek eljön az ideje, akkor is legyetek itt velem Sziasztok!